Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit, ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Elvesztette hazai veretlenségét a Marsú Nyíregyháza. 40 millió forintból újult meg a Vessi csarnoka. 25 ponttal verte a Debrecent a nyíregyházi kosársuli. Bronzérmet szerzett az Európa Top 10-es versenyen Majoros Bence. Mocsai Lajos volt a nyíregyházi sportszakmai kollégium vendége. 6-2-re kaptak ki Pétfürdőn a nyíregyházi tekézők. Elvesztette hazai veretlenségét a Marsú Nyíregyháza. Sitko Jernő együttese a Szombathely csapatát fogadta, és a vendégek 90-82-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. Szombathely egy jó csapat, ki lehet tőlük kapni, de úgy gondolom, hogy volt ma esélyünk, nem játszottunk rosszul a mérkőzésnek bizonyos szakaszában, és meg tudtuk volna nyerni ezt a mérkőzést, ha a 34-ben is jobban koncentrálunk. Mi változott meg a szünetben, hiszen az első két negyedben fej-fej mellett voltatok, nekünk bejöttek a dobásig, igaz a második fél időben a Szombathelyek dobta talán, lehet azt mondani távolról, főleg extrán. Bejöttek a dobásaink az első félidőben, de ez nem a szerencsén múlik. Azon múlik, hogy milyen helyzetekből dobjuk el a labdát. Az első félidőben szépen fegyelmezetten játszottunk, és kidolgozott helyzetekből tudtunk kosárra dobni. Ezekből természetes, hogy jobb százalékkal találunk be. A második félidőben nem tudom, hogy miért, újra egy blokk jött a csapatnál. Elfelejtettük a felálltvédelem elleni játékainkat, nem voltunk fegyelmezettek, mindenki erőlködött, próbálkozott, és természetes, hogy ebből nem fognak sikerülni úgy a dobások. Nagyon ritkán sikerülhetnek ezek az extra vállalások, amiket mi fölvállaltunk a harmadik negyedben, és ez eredményezhette azt, hogy nem voltunk sajnos partiban ebben az időszakban. Védekezésben is egyre többet hibáztunk, elfelejtjük, hogy bizonyos játékosoknak mik az erősségei, itt az ellenfélre gondolok. Váradi Beni a második fél időt uralta, csak jobb kézzel tud betörni az egész mérkőzésen, egy balkezes betörése volt. Nem bántani akarom őt, nagyon szeretem és tisztelem is, mert egy nagyon jó képességű játékos, és a korának a azt hiszem 95-ös születésű az egyik legjobb képességű játékosa, de tudjuk, hogy mit tud csinálni, tudjuk, hogy jó a külső dobása, tudjuk, hogy jobb kézzel tud betörni, tudjuk, hogy egy okos és fegyelmezett játékos, a jobbkezes betöréseket meg kell állítani. Nem lehet, hogy minden játékosunkat meg tudja verni arra az oldalra. Az ellenfél edzője ettől függetlenül dicsérte a nyíregyházi csapatot. Ez ad valamilyen megerősítést a jövőt tekintve? Semmit. Örülök neki, hogy dicséri az ellenfél edzője a csapatomat, de azt szoktam mondani a játékosoknak is, hogy a majdnem az a nullával egyenlő. A majdnem az semmi. Semmit nem ér az, hogy közel voltunk, meg kell tanulni nyerni. Egy olyan mérkőzés nyert meg a Falkó, melynek az első fél ideje kiegyenlített volt, a második fél időben viszont jobb volt a vendégcsapat, ahogyan lát az első és ugyan a második fél időt. Az első fél időben beragadtunk az öltözőből, Nyíregyháza nagyon ritmusban kezdte a találkozót, könnyű zicsereket dobott, hármasokat nem faltoltunk, tudtuk azt, hogy melyik játékosuk merre tör be, mit csinál, miben erős, de teljes káosz volt a pályán, azt gondolom, hogy korán időt kellett kérnem. De már első félidőben futottunk az eredmény után, főzálkoztunk 39-39-re, de ott is ilyen gyerekes hibákat vétettünk, amit lépéshiba, támadófalt, buta védekezések, és azt gondolom, hogy a Nyíregyháza teljesen jogosan uralta a mérkőzést az első félidőben. A harmadik negyedben viszont fordult a kocka, és úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy az elején is kezdenünk kellett volna. Jó ritmust fogtunk, kihasználtuk a Nyíregyháza a sebezhető pontjait, mentek a kiosztások, ment a labda, és mi is végre extrán dobtunk, mert 20%-a dobtuk első fél időben, a három pontos, a másodikban már sokkal-sokkal jobban, és csapatként jól funkcionáltunk, és lényegében a harmadik negyed megalapozta azt, hogy lényegében a negyedik negyedben már csak a különbség mértéke volt, vagy a különbség nagysága volt kérdéses. De azt gondolom, egy végig harcoló és nagyon jó Nyíregyházát sikerült nyernünk, vagy legyőznünk itt Nyíregyházán, ami különösen nagy dolog a mi helyzetünkben, mert mondom, nagyon régen nem nyertünk itt, és azt gondolom, mi nagyon sok csapat meg fog itt szenvedni a Nyíregyházával. Közel 40 millió forintból újult meg a Vetség Vilmos Élelmiszeripari Szakképzőiskola tornacsarnoka. A termet az intézmény több mint 500 diákja mellett a kosarasok is használják majd. Azért pont a Vessik Vilmos Élelmiszeripari Szakképzőiskola, mert a tornaterme adott, méretes kosárlabda sportra teljesen megfelel, másrészt a város más legnagyobb lakótelepének a szélén található, és egy olyan iskola és olyan tornaterem volt, amelyik már rászorult erre, hogy felújítsa. Mit újítottak fel?
gyakorlatilag a komplett tornacsarnokot, a tetőtől kezdve az aljáig, tehát új küzdőteret kapott keményfa parkettával, rugalmas keményfa parkettával, ki lett festve az egész tornaterem, 6 darab új plexipalánkot, amelyikből 2 versenypalánk, és a tetőt is kompletten el kellett bontani, szigetelni, fóliázni, újra rakni, és ezen kívül teljesen a komfort, a 4 öltözőt is teljesen felújítottuk, gyakorlatilag a falig le volt verve minden, új burkolatokat, új szanitereket, új öltözőpadokat kaptak az öltözők is. Az intézmény diákjaink kívül a kosárlabda családból kik használják majd ezt a csarnokot? Hát azt mondanám, hogy bárki, aki minket megkeres, és van szabad kapacitása az egyesületnek, annak biztosítjuk. Így került ide az NB1-es felnőtt csapat is, hiszen ő is itt tartja néhány edzését, de itt edz az U12-es és az U18-as csapatunk, és szeretnénk hétvégén tornáknak, utánpótlás tornáknak otthont adni. A polgármester újabb Nyíregyházi iskola tornacsarnoka újult meg. Milyen összefogásnak köszönhetően kapott egy gyakorlatilag új csarnokot a Vescsik? Igen, ez már az elmúlt 3 évben az 5. iskola, ahol új tornaterem van. Köszönhetően a nyíregyházi vállalkozóknak, akik az adójukból, a nyereségadóból a tavarészt feltöltötték. Köszönet a Kosárlabda Szövetségnek, aki támogatta ezt a fejlesztést, és hát a Kosárlabda Klubnak, akinek az 5-ös után ez a 2. projektje, és természetesen a város is mindent megtesz, partner. Ehhez itt még külön köszönetet kell mondjak az iskola fenntartójának, az FVM-nek, hiszen Román István államtitkár úrral való telefonbeszélgetésünk után a minisztérium is támogatta már az önerő részt, ugye 30% önerőből valósul meg, ez nem csak a városra marad. És azért örülök, mert ezen a területen is nagy lemaradások voltak Nyíregyházán. Azt hiszem, ezt már múlt időben mondhatom, hiszen 5 iskola elkészült modern burkolattal, és most a TAO feltöltés 2 újabb iskolánál, az ELK-nél és a Bankinál már megvalósult, és biztos vagyok benne, hogy december 20-ájában a Móriczhoz is meg lesz a feltöltés, azaz 3 újabb iskolának a tornatermét tudjuk jövő nyár végéig felújítani. A fenntartó földművelésügyi minisztérium támogatása és hozzájárulása is szükséges volt az, hogy megújjon a Vecsik tornacsarnoka. Kérdéses volt egy percig is a segítség? A Földművelésügyi Minisztérium 64 agrárszakképző iskolát tart fenn az országban, és Nyíregyházán egy olyan projekt részesei lehetünk, ahol összefogott a kosárlabda sport, összefogott a város és az intézmény működtető minisztérium. Ez az összefogáshoz 10 millió forinttal járult hozzá a Földművelésügyi Minisztérium. Ugye nyilvánvalóan ez a beruházás nem csak a kosárlabda sportot fogja segíteni, hanem azok a fiatalok, akik a Vescsikbe jelentkeznek, nagyon korszerű körülmények között töltetik a mindennapos testnevelést, de azt kívánom magunknak, hogy minél több ilyen megkeresés érkezzen, mint ami Nyíregyháza város polgármesterétől érkezett ezzel a beruházással kapcsolatosan. A 64 intézmény tekintve ez a vállalkozás, ez a felújítás úttörő volt? Vannak, szerencsére van arra példa, hogy várossal, településsel együttműködve tudunk előre haladni és fejleszteni. Ez a mostani beruházás ez olyan szempontból volt úttörő értékű, hogy a TAO-ra lett ugye alapozva erre az adókedvezményre, és egy ilyen 3-os összefogás részeként jött létre. Ez a nyíregyháziaknak a talpra esettségét és a kezdeményezőkészségét bizonyítja. Én azt gondolom, hogy itt mindenki, aki ebben az együttműködésben részt vett, megtalálja ebben a szerepét, és mindenkinek az előnyére fog várni, hogy létrejött ez a beruházás. Az MKOS segítségével, a TAO támogatásnak köszönhetően az elmúlt években jó néhány csarnok újult meg és épült az országban. Hol tart most ez a folyamat? 2011-től a társaságadó támogatási rendszer bevezetésétől az MKOS a rendelkezésére álló keret 1/3-át fordítja mindig beruházásokra. Ez a mai napra meghaladta ez az összeg a 10 milliárd forintnyi keretösszeget, és ezeknek a támogatási keretösszegeknek segítségével most már több sportcsarnok újépítésé is átadásra került, illetve több mint 100 újult meg. Az első ilyen tornacsarnok, ami elkészült, az pont Nyíregyházához köthető, a Katolikus Gimnázium tornatermébe átadásra került, de azóta Pannonhalmán, Balatonfüreden, illetve Budapesten és a Zsíros Tibor Akadémia sportcsarnokat is átadtuk. Számos alapkőletétel megtörtént már, köztük például legutóbb Oroszlányban, ahol ugye pontosan csarnok problémák miatt 1990-ben vonták meg az NB1 csoportos részvételi jogot az oroszlányi sportcsarnoktól. Úgyhogy ez a támogatási rendszer nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a sportág infrastruktúrális feltételei megfelelőek legyenek. A szövetségnek futás sportágfejlesztési programja, amelynek része a tömegesítés. Észre lehet venni, hogy a létesítményhelyzet javulásával nő a kosárlabdázó gyerekek száma? Rendkívüli módon a 2010-ben elfogadott új pályán stratégiai program fő célként tűzte ki a tömegesítést. Azt kellett észrevennünk, hogy a társasági adó támogatás ehhez már
finanszírozási lehetőséget is biztosított, így az egyébként 10 évre tervezett célokat 5 év alatt elértük. Tehát 2015-ben most az MKÖSZ küldött gyűlése már kiegészítést kellett, hogy elfogadjon a stratégiai programhoz. Ennek az a lényege, hogy mivel elérte a kosárlabda az 50 ezer sportolói létszámot, a mennyiségből minőségbe program veszi át a korábbi tömegesítési programnak a szerepét. Ez azt jelenti, hogy most már nem főként a tömegesítésre, hanem inkább a minőségi szakemberképzésre, valamint a minőségi sportolóképzésre fordítják a hangsúlyt a következő 5 évben. Több helyen, Nyíregyházán is akadémiai szinten folyik a képzés. Milyenek a tapasztalatok? Egy évvel ezelőtt indítottuk el az akadémiai auditot, ami a labdarúgás mintájára, sőt ugyanazzal a projekt vezetővel, ugyanazzal a know-how-val indult el, mint annak idén a labdarúgásban. Az egy év elteltével a mély interjúk, illetve az adatbekérések fázisa lezárult. A projekt felelősei most rakják össze azt a tükörképet, amit kértünk tőlük, arról, hogy egyébként hogyan áll most az utánpótlás képzés rendszere Magyarországon kosárlabdasportágban, mik azok a szegmensek, amiken javítani kell. Ezek alapján, az információk alapján minden egyes akadémia megkapja azokat a szükséges instrukciókat, hogy milyen területen kellene neki megpróbálni változtatni, és amennyiben ezeket a változásokat meg tudja tenni, akkor az akadémiai címét megőrizheti. Abban az esetben, ha nem, akkor gyakorlatilag az akadémiai cím visszavonásra kerül, bár azt is hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi 13 az túlzott Magyarország méretéhez képest, tehát valószínűleg egy 7-8 akadémiával áll be a végén az akadémiai audit után a magyar kosárlabdázás utánpótlás nevelési rendszere. És sportágat általában mindig a piramis csúcsa, a nemzetközi szereplés alapján ítélnek meg. Az idei esztendőt nézzük, korosztályos és felnőtt szinten milyen évre tekinthetünk lassan vissza? Hát a legnagyobb sikereket azokat 3-3 kosárlabdázásban értünk el, ami egy új szakága a kosárlabdának, és ami 2020-ra valószínűleg olimpiai sportágá válik. Az MKOS most már évek óta komoly stratégiai területként tekint a 3-3 kosárlabdázásra, hiszen pont azért hozta létre ezt a FIBA, hogy azokban a kisebb országokban, ahol egyébként nem tudnak 12 vagy 15 felnőtt szinten is egyébként rendkívül komoly tehetséges sportolót kiállítani, de egyébként 2-3-at igen, azok a 3-3 kosárlabdában érhettek el világra szóló eredményeket. Tavaly, miután Katar megnyerte a felnőtt világbajnokságot, és nem honosított sportolókkal, hanem katariakkal, egyértelművé vált, hogy Magyarországnak is komoly lehetőségei vannak, és idén világbajnokságot rendezhettünk Debrecenben U18-as lánykategóriában, ahol a lányaink bronzérmesek lettek, majd a Minszki Európa bajnokságon pedig Európa bajnoki győzelmet szereztek. A másik utánpótlás és szintén a társasági adó támogatásnak köszönhető siker már, hogy U20-as fiaink gyakorlatilag feljutottak az A divízióba, hazai rendezésű EB-n bronzérmet szereztek. A felnőtt vonatkozásban pedig ugye egy nagyon sikeres női Európa-bajnokságot rendeztünk meg, ami nem szakmailag volt sikeres, hanem rendezés szempontjából, és amely siker talán hozzájárult a Magyarország 2024-es olimpiai pályázatának sikeréhez is. Azt azonban látni kell, hogy a kosárlabda más sportágakhoz képest egy teljesen más nagyságrendű sportág, 215 tagországgal rendelkezik, óriási a versenyhelyzet, és mondjuk az a költségvetés, ami mondjuk egy kézilabdában csúcsnak számít, mondjuk a Kiel 9,5 millió eurós költségvetése, az kosárlabdában, mondjuk egy CSKA, a Moszkva, egy 42 millió euró. Tehát rendkívül nagyságrendeken nagyobb pénzt kellene ahhoz megmozgatni, hogy hasonló sikereket éressünk a kosárlabdában, mint mondjuk kézilabdában vagy vízilabdában. Mérlegre kell tenni, hogy van-e értelme egyáltalán annak, hogy idehozott külföldi játékosok fizetésére ennyi pénzt elköltve próbáljuk meg egy nemzetközi szinten is valóban ütőképes csapatot létrehozni, vagy pedig fő célként a nemzetközi szereplést jelöljük meg. A válogatottjainknak minden második évben az Európa-bajnokságra kontinentális versenyen való kijutást, és egyébként a fennmaradó összegeket inkább az utánpótlás sportra, a gyerekekre, illetve a mindennapos testnevelés kapcsán is az infrastruktúrális fejlesztésekre költsük el. Harmadik mérkőzését is megnyert a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese a Debrecent fogadta, és a vendégek 80-55-ös vereséggel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. A Debrecen ellen mi mindig egy ilyen kiérezett mérkőzés játszunk, tehát a Debrecen az a csapat, akinek soha nem lehet tudni, hogy mikor mire megyünk és mire nem. Tehát ugye ők egy aránylag egy ilyen agresszív, kicsit azt mondom, hogy alattomos, ez egy csúnya szó, így megfogalmaz, hogy alattomos, de nem tudni, hogy mikor mire számíthatunk. Tehát lehet, hogy levegőben lévő játékos fognak meglökni, lehet, hogy visszahúzzák az icce dobó játékosunkat. A blokkoknál nem
nem lehet tudni, hogy most mikor hogy fog történni az elzárás. Tehát, hogy egy debreceni mérkőzés az mindig érdekes mérkőzés. Ettől függetlenül mindenféleképpen azt vártuk, hogy a mérkőzés meg fogjuk nyerni. Ennek megfelelően is készültünk. Hát készültünk a védekezéssel, a támadással egyformán, tehát vártuk azt, hogy mikor fognak beállni a zóna védekezésre. Hál' Istennek ezen a mérkőzésen, se az emberfogással, a letámadást, a zóna védekezés nem jelentett gondot és problémát. Már az első fél időben olyan tetemes előre tett szert a csapatunk, hogy onnantól kezdve bátran lehetett a játékosokat cserélni. Kipróbáltuk, hogy milyen szerkezetben mire vagyunk képesek, és melyik az a szerkezet, ami leginkább hatékony lehet az elkövetkező mérkőzésekre. A kulcsemberek hozzák azt a teljesítményt, ami várható tőlük. Mit gyújtanak azok, akik most kerülnek először a megszokottnál esetek hosszabb időre a pályára? Kellemes meglepetés volt nekem, ugye most már ezen a mérkőzésen a Fekete Dóra szépen elindul, és szépen már látszik rajta, hogy kezdi élvezni a játékot, és kezd a csapat ritmusába beilleszkedni. Még a Karolinánál vagyok ott, hogy hiába indult el, még a pontokban ez nem látszik, de ettől függetlenül ő is egyre hasznosabban kosárlabdázik, és ugye ami meglepő volt az, hogy a Rizák Kittit, amikor pályára küldtük, hogy ő eddig nem nagyon mert a csapatjátékban részt venni, de most ő is aktívan kivette a részét a játékból, és hogy ami a végén azért én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dolog volt, hogy a három picit, a fiatalkorúakat fölkutuk, tehát ezek a 2000-es és a 2000-es születésű játékosok, a Petra Detti és a Laura, és hogy a két rutinossal, a Viviennel és a Rosseval voltak pályán, és abban az időszakban se tudott az ellenfél, tehát olyan előnyre szerteni, vagy olyan pontkülönbséget dobni, hogy a kicsiket le kellett cserélni, így őket is kipróbáltuk most, hogy milyen az NB1-es mérkőzés számukra, egészen biztatóan szálltak be abba a harcba. A hétvégén szabadnapos lesz a csapat, mire jó ez a kéthetes bajnoki szünet? Nagyon jó ez a kéthetes szünet, főleg azért, mert ugye most láttuk azokat a hibákat, amit ki kell küszöbölni, tehát látszik egyértelmű, hogy az ütközésekben azért mi nem vagyunk teljesen otthon, tehát mi nem szeretünk ütközni, azért sokkal inkább a tisztább játék felett törekszünk. Ez arra jó pontosan, így állítottuk össze az edzéseket, tehát most minden egyes feladat erről szól, hogy ütközni kell, ütközni, kőkeményen védekezni, mert ugye a következő mérkőzések már az élettől erősebbek lesznek, tehát jön a Vasas, jön az MTK, tehát olyan csapatok jönnek, akik az élettől szerintem pontosabb és keményebb kosárlabdát játszanak, tehát ez a két hét erre jó, meg ugye arra is jó, hogy mi azért minden évben ezt a minden szenteket, ezt mi minden is alkalommal mérkőzéssel töltöttük el. Most ugye a Szegléd nem indult el végül az amatőr NB1-es bajnokságba, így nekünk ez a hétvége erre maradt meg pontosan, hogy most a játékosok a családdal és a szülőkkel el tudnak menni, és tiszteletüket tudják tenni azoknál a sírhelyeknél, ahol nekik ugye szeretteik nyugszanak. Majoros Bence a harmadik helyen végzett a Romániában megrendezett ifjúsági Európa Top 10-es versenyen. A nyírbátori asztali teniszező 6 győzelem mellett mindössze 2-szer szenvedett vereséget. Itt azért mindenki tudott már pingpongozni, és mindenki nagyon-nagyon magas szinten űzi ezt a sportot. Nagyon-nagyon jó volt, egyrészt egy nagyon-nagyon jó élmény is volt, mivel nekem ez volt az első ilyen Európa Top 10-em. És tényleg nagyon jó volt így minden egyes jó játékossal játszani. Nagyon jól éreztem magam. Az elején kicsit nehézkesen indult, de aztán a végére, hála Istennek, nagyon jól ment, és összejött tényleg a lehető legtöbb minden. Most már több mint 2 hónapja vagy kint Németországban, hogy áttérjünk az új állomás helyedre. Mennyire laktad be az új csapatodat, az új otthonodat? Én Oxenhausenben már 3 éve járogatok, tehát igazából tudtam, hogy mire számítsak. Így azért teljesen más a hangulat az ott létemnek, mivel már ott lakok, tehát sokkal jobban be tudok illeszkedni, sokkal jobban a közösség tagjává váltam. Nagyon-nagyon tetszik, nagyon-nagyon jó közösség, nagyon szeretek ott lenni, nagyon jók az edzések. Tényleg mindenki nagyon-nagyon segítőkész. Ugye rajtam kívül Szudi Ádám is ott van, Cvikl Dániel, mint sportmenedzser, ott dolgozik, és Zombori Dávid is kint van, tehát igazából nem vagyok egyedül. A Weinheimi csapat az is nagyon-nagyon jó, ott is ugye szimpatikus csapattársaim vannak, ők is azért profik, és ugye én oda meccsekre járok, tehát igazából nagyon sok időt nem töltök ott, de attól függetlenül az a kevés idő is nagyon jó. Német harmadosztályról van szó, hová lehet helyezni a magyar legmagasabb osztályhoz képest? Nem nagyon tudom még annyira bekalibrálni ezt a ligát, mert még nem játszottuk le az összes meccset, és én meg nem nagyon ismerem az ottani játékosokat, de szerintem azért egy extra liga szintű biztos, hogy van. Neked hogy megy a játék eddig?
Hát volt már, hogy jól, volt már, hogy rosszul. Összességében jól, jól megy. Térjünk vissza az egyéni versenyekre. Mi vár rád még ebben az esztendőben? Lesz még egy felnőtt top 12, majd november közepén, és december elején az IFI VB Franciaországban. Milyen reményekkel indulsz ezen a két versenyen, hiszen a tavalyi felnőtt top 12-n jól szerepeltél, és ifjúságiként pedig talán ez lesz az utolsó versenyed. Olyan célokat nem akarok magam elé kitűzni, hogy meghatározom pontosan, hogy hanyadik helyt szeretném elérni. Jól szeretnék játszani, élvezni szeretném a játékot, és aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Kétnapos sportszakmai tanácskozást tartottak a nyíregyházi főiskolán. A sportszakmai kollégium vendége volt Mocsai Lajos, a testnevelési egyetem rektora. A mostani kétnapos tanácskozás kapcsán rektor úr négy olyan témakört érintett, ami alapvetően befolyásolja majd a jövőt, melyek ezek. Az első terület a kimeneteli rendszernek, tehát a KKK-knak a követelményi kimeneteli szabályozásának a tartalmi megtervezése folyik. 2017-ben bevezetésre kerülő új felsőoktatási rendszerhez kell csatlakoznunk, és ennek a tartalmi jegyei. A második, szeretnénk azt, hogy a bemenet, amely meghatározza a kimenet minőségét, szeretnénk egységesen a szakkollégium létrehozni egy olyan fölvétel és bemeneti szabályzatot, amely mind a középiskolai, mind az egyéni, illetve a szakkollégium által kidolgozott fölvételi rendszer biztosítja a minőségét a bemenő hallgatóknak. A harmadik dolog a felső oktatásban létrejövő sportképzési feladatok, mind a minőségi sport támogatása, mind pedig lenn a létesítményrendszerrel a szabadidő és a hasznosítható idősport tevékenységének támogatása. Negyedik pedig lenn a mozgássérült vagy különböző fogyatékkal élőknek azon lehetőségek biztosítása, amely a felsőoktatásban való részvételüket jelenteti. Ha a felsőoktatás minőségi sportját nézzük, van egy tökéletesnek mondott modell az Egyesült Államokbeli, van esély arra, hogyha nem is az, de legalább egy hasonló terüljünk valamikor Magyarországon? Valóban az én elképzelésem az a draft rendszer, amit ön jelez, hogy a nagyon magas szintű egyetemi sportból válasszanak az adott nemzet legkiválóbb, legmagasabb bajnoki rendszeréből azok a csapatok, amelyek minőségben alulról táplálkozhatnak, tehát az alacsonyabb eredményt eléri csapatok elsőként választhassanak a tehetséges egyetemista fiatalokból. Ezt még jobban forszírozza, hogy a következő években a társasági adórendszerből adódóan több tízezer gyerek, akik nem bíznak vagy nem tudják teljesíteni, hogy életpálya programszerűen csak a sportból éljenek. Ennek körülbelül a sportoló fiatalok 6%-áról beszélünk. Ezért több tízezer fiatal fog bekerülni a felsőoktatásban úgy, hogy a napi testneveléssel és a napi sporttevékenységgel nagyon nagy kár lenne, ha elvesznének a magyar sport számára. Arról nem is beszélve, hogy ha későn érő típusú labdajátékról van szó, szóval 20 év fölött érnek be az emberek, nagyon nagy szükség, hogy ott minőségi munka folyjon. Több évtizedes tradícióját tekintve a testnevelési egyetem azért a zászlós hajó szerepét tölti be ezen a területen Magyarországon. Milyen irányt jelölt ki a következő évekre, évtizedekre? Valóban így van, nem csak az alapszakok, hanem a négy mesterszakunk is nálunk koncentrálódik. Egyetül egyetem vagyunk, akik a négy mesterszakot művelni tudjuk. Egyszerű a feladatom, a testnevelési egyetemet létesítményrendszerbe világhírűvé, európai hírűvé kell tenni következő 2-3 év alatt. Ez elmaradt, itt például Nyíregyháza kampusz előrébb van. Második dolog, koncentrálódnak a sporttudományon, ágakon belül azok a területek, amely a genetikával kapcsolat, a legitim sport teljesítmény fokozásával, a sportoktatással, a motorikus tanulással és a kiválasztással kapcsolatos élettani területekre. Tehát magyarul létrehoztam négy intézetet, ahol az agyott intézet élének kutatóintézet áll, amely az elmondott területeket a pedagógikummal, a társadalomtudomány döntéselméleti területeivel és az orvostudományi területekkel szintézisbe hozza, és ez megjelenik az oktatásunkban és a képzésünkben. Vereséget szenvedett Pétfürdőn a Nyíregyházi Teke Klub együttese. A Szuperliga 7. fordulójában az NTK 6-2-re maradt alul a PTMT otthonában.
Az első sorban Szlovenszki Tibor 622 fás nagyszerű teljesítménye a mérkőzés legjobbjának is bizonyult. Ennek köszönhetően Tibi nagyon sok fát hozott a csapatnak, míg mellett a Magyarorsi Péternek csupán 13 fán múlott a pontszerzése, és azt lehet mondani, hogy már ekkor le lehetett volna tisztázni ezt a párharcot. A másik párban jó magamnak 579 fával szintén sikerült pontot szerezni, míg mellettem a Szegő Leventének még kevesebben, mint a Péternek, ugyanis 7-es fával múlott az, hogy nem sikerült a csapatpontot elhozni, és ezért alakult izgalmasan ez a mérkőzés, ugyanis ekkor 2-2 arányban, de még plusz 72 fával mi vezettünk. Mondom se kell, hogyha a Péternek is, illetve a Leventének is siker a pontszerzés, akkor már 0-4 arányban vezethettünk volna, de hát ezek a mérkőzések erről szólnak, hogy apróságokon múlhatnak. A zárósorban a Hakker Dezsőnek, illetve a Ráski Jánosnak azt lehet mondani, hogy a fát kellett megtartania, és mellette bíztunk benne, hogy a Dezső pontot szerez, azonban egyáltalán nem így alakultak a dolgok. A hazaiak két jó záró embere mindent egy lapra feltéve jól játszott, míg mellette a közönségük fantasztikusat szurkolt számukra, és folyamatosan dolgozták le a fa hátrányukat. Így fordulhatott elő, hogy már a harmadik sor után már ők vezettek 15 fával, és az utolsó 30 dobásnál már az volt a kérdés, hogy amennyiben ez sikerül nekünk visszavernünk, ledolgoznunk, akkor 4-4-re menthettük volna a mérkőzést. Sajnos a Hakker Dezső hiába dolgozott le a 15 fából 11-et, mellette a Ráski János csupán 7 fával kikapott, és így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányban és csupán 11 fával alul maradtunk most először a Pét otthonában. Ez a győzelem lehet, hogy hiányozni fog, mert az elmaradt győzelem. Egy hét szünet következik a bajnokságban, aztán viszont gondolom szeretnétek elkezdeni ismét gyűjtögetni a pontokat. Hát ezt mindenképpen bíztunk benne, hogy ez a péti párharc ez két ponttal fog zárulni számunkra, mert nagyon szeretjük azt a pályát, és egészen jól játszuk. De most azt lehet mondani, hogy a Fortuna az a hazaiakkal volt-e legfőképpen, a hazai pálya előnyét mindenképpen ki tudták használni. Maradt számunkra az, hogy a következő mérkőzésre kell koncentrálnunk. Két hét múlva hazai pályán a Szolnok csapatát fogadjuk. Azt lehet mondani, hogy hasonló játékerőt képvisel a Szolnok csapata, mint a Nyíregyházi Klub, így abszolút hármesélyes mérkőzésre van kilátásunk. A biztató dolog az úgymond, hogy hazai pályán játszhatunk. Hát nagyon bízom benne, hogy egy újabb két ponttal gyarapszik majd a csapatunk, és ezzel majd a középmezőnybe bőven fel tudunk zárkózni két hét múlva. A hagyományokhoz híven az idén is megrendezték a Bárci Kupa kosárlabda tornát, amelyen pályára léptek a Marsó Nyíregyháza és a Nyíregyházi Kosársuli játékosai is. Már több mint 10 éve rendezzük meg a hagyományoknak megfelelően a megyei kosárlabda Bárci Emlékkupa versenyt. Nagyon örülünk annak, hogy általában visszatekintve az elmúlt évekre minden alkalommal 5-6-7 csapat a meghívásunkat elfogadja, és eljönnek a rendezvényünkre. A mai rendezvényünknek különös apropója van, hiszen a Bácsi Gusztáv általános iskola és speciális szakiskola ünnepli a névadójának, Bácsi Gusztávnak a 60. évfordulóját. Itt vannak ezen a tornán a Marsó Nyíregyháza férfi és a nyíregyházi kosársai női játékosai. Mennyire élvezik a gyerekek, hogy úgymond profikkal együtt játszhatnak? Hát igen, igen, nagyon élvezik, és örülünk, hogy minden alkalommal Ribolyáék elfogadják a meghívásunkat, hiszen színesebbé tudják tenni a mai rendezvényünket, és az előzőeket is. Harmadik alkalommal pedig már a kimondottan, tehát a Marsó Nyíregyházi Kosárklub is bemutatót tart, és a gyerekek nagyon élvezik, hogy ilyen prominens, mondhatom, a sportolókkal hát tudnak játszani. Igen, el tudnak lesni egyes dolgokat, úgy taktikai, mint technikailag, és ez azt hiszem, hogy egy felemelő érzés is nekik, és egy kicsit doppingolhatják őket arra, hogy ők is elérhetnek, ha komolyan veszik a versenyzést, és hiszen vannak országos versenyeink, vannak a speciális olimpiának is versenyei, ki lehet jutni világjátékokra, hiszen Dublinban edzősködők, Kis Zoltán
testnevelő vezetésével kijutottak a nyírbátori gyerekek is, és ott képviselték nem csak az iskolájukat, a megyét, hanem mondhatom, hogy Magyarországot is. És én azt hiszem, hogy ezek a versenyek arra valók, hogy a mi gyerekeink és a sérült gyerekek igen versenyezzenek, élvezzék, tudjuk örömüket lelni abban, hogy bár mindegy, hogy milyen versenyszámban, de meg tudják mérni, és egymáshoz tudják viszonyítani a képességeiket. Én úgy érzem, hogy ezeket a versenyeket nem szabad abba hagyni, reméljük, hogy még több alkalomra kerül majd sor. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!